fognak az egyje az lenne, hogy a polgármester nem is havonta, de hat havonta vagy évente adjon egy jelentést arról, hogy milyen munkát végzett, hogy látja a helyzetet az önkormányzat szintjén, mit tart jónak, esetleg mit lát olyan dolognak, amely nem valósult meg is, amely meg kellene valósítani, tehát a pozitív dolgokról és a negatív dolgokról is nyilatkozzon, és ezáltal valamilyen formában elszámoljon a polgárok irányába az önkormányzat és a saját munkáját. Önök tudják azt, hogy 2013. november végén, amikor az új hatalmi többség felállt, akkor nagyjából milyen volt a helyzet. Tudhassák azt is, akik közelebb voltak egy kicsit az információkhoz, hogy reálisan van egy 6 hónap, tehát egy éve már egy ilyen, hát azt mondom, hogy álló víz volt az önkormányzatban minden állt. Az a DKT és többség, amelyet a Demokrata Párt irányított már akkor teljesen a végén volt, nem tudta már igazából hatékonyan és erőteljesen generálni a folyamatokat, és a végét járt. Az adósságok növekedtek, a közvállalatoknak a helyzete egyre nehezebb volt, a közgazdás is úgy működött, hogy már a hónapra igazából komoly szervezettség és komoly munka akkor már nagyon agyatóban volt. 60 ember lett az én elődőben a idő alatt, itt a városnak csak behozva, ügyet vásárolva a kisebb pártoknak azt mondom, hogy a támogatottsága fölmegnövelve azt a munkaerőszámot is, ami is túl sok volt, az állatok újabb terhelyzetnek a költségvetésen. Ebben a félig szétesett rendszerben is azt mondom, hogy nagy részben nem nagyon működő rendszerben, mert igazából átvéve a hatalom, illetve az új hatalmi többség ilyen helyzetet örököl. És ennek a helyzetnek hát azt mondom, hogy valamilyen formában talán az elvárása az volt, hogy nem fogja tudni az új hatalmi többség hatékonyan eredményesen irányítani az önkormányzatot, és csak idő kérdése, mikor fog összevonni az egész rendszer. Ez elsősorban a pénzügyi helyzetnek a vonatkozásában volt feltételezhető, hiszen nagyon nehéz helyzetben volt az önkormányzatnak a pénzügyi rendszer. Tudják, hogy is elmondtam azt tavaly, hogy több mint 500 millió a zsadóságoknak tekint az előre, és valamilyen formában ezt a helyzetben nagyon nehezen vezet kezelni. Akkor jöttek a támadások is, és attól függetlenül, hogy ez a helyzet volt, azon, hogy elveszítik a hatalmat, azok a költségvetésre megpróbáltak visszakapaszkodni, hiszen világos volt számunkra az, hogy abban a rendszerben elvesznek a hatalomban, akkor az egzisztenciális kérdések a problematikusok kettő sok minden a felszínre fog kerülni. És valószínű, hogy nem felállítják, hogy egy új konstellációval irányítsák a várost, és esetleg egy más módon irányítsák ezt a várost. Én mindennek felettem mondva, hogy ilyen életlen polgármesternek még hasonló dolgok voltak, nem akartam ezeket a dolgokra reagálni, mert azt mondom, hogy fontosak is. Az, hogy akiket kimondják ezeket a dolgokat, és hogy fölön alul ügyéseket adnak az utásokban, magukról beszélnek ezekkel a nyilatkozataikkal, de megjegyeztem őket, és majd meg tudjuk látni második év múlva, mintán befejeztem a mandátumomat, hogy ez a város úgy nézett ki akkor is, hogy néz ki második év múlva. Úgy szintén nagyon sok munkát nem találtam azért, mert nem vagyok azokban az üzleti játékokban jeles, amelyek az előző időszakban voltak jellemzőek a költségvetési eszközökkel, a közvagyonnal, a városnak a vagyonával. Közösségben nagyon jó bizniszeket csináltak itt az elődeim ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és nem véletlen az, hogy egyesek rövid időt meggazdagodtak. Mivel ezekben az dolgokban sem vagyok ilyen partner, akkor valószínűleg sok mindenkinek nem találtam meg ezen a tisztségen. És ezért is volt az, hogy állandóan a 2014-ben azzal kell szemben nézni, hogy állandóan megpróbálták megcsikarni, vagy valamilyen formában megváltoztatni ezt a helyzetet, állandóan megpróbálták destabilizálni a politikai viszonyokat a DKT és többségre vonatkozóan, részben a koalíciós pártok közül pártok belső problémái is vannak, részben pedig ott is különböző érdekében, a személyes vagy második érdekében kerekednek fölül sok esetben. És a 2014-es évben a konszolidációt és a stabilizálását kell elvégeznünk az önkormányzatnak. Rendbe kellett hozni a közoltást, ami nagyon nehéz ebben
ebben a helyzetben, amikor a köztársasági szintről a munkaerő stop van, nem tud behozni új embereket, akikkel új, jó minőségű emberekkel, szakmai emberekkel föltöteni a tiltást, hiszen, hogy már elmondtam, két olyan gond van, egyrésztről egy komoly munkaerőkörösnek van, itt magában a közgazdaságban is, illetve a közvallatokra vonatkozóan is, másodszorban pedig a munkaerőnek a struktúrája is, a szakmaisága is nagyon sok esetben problematikus. Hiányoznak olyan szakemberek, akik végeznék a munkát, és itt van egy csomó olyan ember, akire nincsen semmi szükség. Ameddig be nem hozod az új embereket, addig a régiket nem tud elbocsájtani, és ez az intézmény nagy mértékben behatárolta, hogy a közültársnak az igazi reformját 2014-es éve csak részletesen lehetett megoldani. De attól függetlenül azt gondolom, hogy a munkahoz való hozzáállás, a munkatempó, a felelősség azért nagy mértékben megváltozott az elmúlt egy évben a városházban. Ha más nem, akkor azért, mert én minden reggel 7 óra kell dolgozni, és soha nem megyek a 3 óra a munkájában. És elvárom ezt, hogy az én munkatársaim is, illetve az itt dolgozók is betartsák. És próbáltam azt meghonosítani, hogy egyfajta jogazdamódjára bánjanak a közgazdaságban a pénzekkel az itt dolgozók, elsősorban a felelős személyek, akik ellenőrzik a számlákat, hogy utána nézhetnek a dolgoknak. Biztos vagyok benne, hogy nem sikerült teljes mértékben, viszont az is biztos, hogy nagy mértékben csökkentettük a kiadásokat. Több száz millió dinár mértékben csökkentettük a kiadásokat a 2014-es évvel 2013-ashoz képest. Nem költünk már pelinkovácokra, meg viszkikre, tömértelt a mennyiségükben. Nem hajtsait mindenki az önkormányzatnak az autóit, szabadidőjében is, meg hétvégén is, a saját szükségletére. Nem kötelezik el a hivatalos autókat úgy szintén, és nagy mennyiségű benzint fogyasztanak, pártcélokra és személyes célokra. Nagy mértékben csökkentek az informatikai összeállító költségei, nem vásárolunk fölösleges szoftverokat, és dobáljuk el a pénzeket monitor egészségre. Tehát ebben a részben is sok minden változott, és ezek a azt mondom, hogy megtakarítások, ezek nagy mértékben segítettek abban, hogy a 2014-es évben egy pénzügyi stabilitást tudjuk megőrizni az önkormányzatra vonatkozó. Sok más önkormányzatban nagyon komoly gondok van. Késznek a fizetések hónapokon keresztül, le vannak blokkóba az iskolák, le vannak blokkóba a közvállalataik. Sokkal komolyabb gondok vannak nálunk, minden adósságot, minden anyagi költséget, minden fizetést időben kifizettünk, a járulékot időben átutaltuk, tehát itt a pénzügyi stabilitás az önkormányzatnak meg lett őrizve. És most látszott meg négy év után, hogy mennyire bátor és jó döntés volt az, hogy 2013 végén a 2014-es költségvetésben 15-40%-kal csökkentettük a kiadási tételeket. Hát ezt nem csökkentettük volna, hanem hagyjuk volna, hogy mindenki vállalkozói kötelezettséget, ahogy volt 2013-as évben, akkor valószínűleg most már a fizetésekről sem lenne, a válság közgazdaságnak se, meg az intézményünknek egy jó részének. Csökkentettük a munkaerőnek a számát. Először történt az meg, hogy a városházán nem többen dolgoznak, hanem kevesebben. És meg kell látni az év végén, amikor a szisztematizáció el lesz fogadva, hogy a szisztematizált munkaerőnek a számát és a városi közgazdaságban körülbelül 50 munkaerőt fogjuk csökkenteni. És ez még nem lesz a végső szám, mert a 2015-ben a minisztériumnak a határozata, illetve utasítása szerint még 6,5%-kal körülbelül csökkentsük a munkaerőnek a számát. Ez azt jelenti, hogy a 2015-ös évben is legalább 25-30 emberrel lesz kevesebb a közgazdaságban, mint egy most van. Valószínű azért nem nagyon szeret, sokan nem szeret a politikában sem, és valószínű sokan nem szeretnék a városnál sem. Mert elvárom azt, hogy sokkal felelősség teljesen dolgozzanak, a munkahoz való hozzáállást elvárom, és megtörtént az is, hogy pár embernek felmutást adunk az idejük azokat az embereknek, akinek a munkájára mindenőtől nincs szükség. És ez hol fog folytatódni. Viszont azt is el kell mondani, hogy nem kevés olyan itt dolgozó ember van, aki igazából szakmában is, és munkában is rátenni, igyekszik, szorgalmas, megállja helyét, húzza az igát másokért is, azokért is, őket tovább lehet dobni, mint küldeni. És azt gondolom, hogy itt ez a szelekció majd tovább fog menni a 2015-ös évben is.
ahhoz, hogy egy hatékony és jó közösségtépítés legyen a városban, ezek a lépéseket meg kell lenni. A közvállalatokra vonatkozóan tudják nagyjából, mi volt a helyzet. Közvállalatoknak a nagy részében komoly problémák voltak, pár kivételével a nagy részében komoly problémák voltak, pénzügyi gondok voltak, és pár közvállalat az teljesen tökölt éve. Volt olyan közvállalat, amelyekkel nagyon foglalkoztak, és pénzügyileg is rossz helyzetben voltak. Szervezetileg is nagyon rossz helyzetben vannak. Felszereltség szempontjából teljesen devasztáló voltak. Voltak olyan közvállalatai, mint például a Pajos Udas, aki a törvényes kötelezettségének egy csónakban kellett jeleket. Ez volt a teljes felszerelés. Vagy akár a közösségi közvállalat, amelyen még profi használógépei sem voltak, mert minden cégút húzva meg nem kell volt éve még. A végét jártam. És ennek a függvénye volt az, hogy egyrészt rendet kellett tenni itt is a közvállalatoknak a működésében. Azt gondolom, hogy csak részben sikerült, sok munka lesz még itt. Gondolkodásban is majd módosítani kell a közvállalat vezetőknek a gondolkodásában azt, hogy ők igazából a polgároknak a szolgálatában vannak, és nem egy monopolban lévő közvállalat, ahol könnyen jönnek a pénzek, és aztán csak lehet őket osztogatni, és a szolgáltatásának a minőségét, mennyiségét illetően pedig hát nem éppen mindig igyekeznek olyan szinten tartani ezt a felhasználók elvárt. És így kellett rendet tenni a közösségi közvállalatban, amely a csőd szélén állt, felszereltük az idénőket 9 millió dinárra a felszereléssel. Az igazgató úr is ott komoly kemény lépéseket tett, és a közvállalat most már új és stabilizálódott, természetesen folytatjuk majd kell majd ezt a következőben. A kéményesekről közvállalatban komoly gondok vannak, komoly gondok voltak a stadion közvállalatban, a stadion közvállalatban vitatói eljárások indultak az egyes rendékelben, amik a közpénzeket a felvezetés szerint visszaéltek velük. És ezen kívül pedig hát természetesen a szerkezeti struktúrjában is kellett változtatni a közvállalatoknak, illetve el kellett végezni ezt a munkát, amelyel késtünk, reálisan másfél évek tudott nevezni az új közvállalati igazgatókat az új közvállalati törvény előszóban. Ha nem is teljesen, de 10 fontos közvállalatban kineveztük az új igazgatókat, ezáltal stabilizáltuk ezeknek közvállalatoknak a munkájukat, és hát természetesen elindítottuk azt a folyamatot is, amely a tarifarendszereknek a reformját illeti, először a fűtelepre vonatkozóan nagyon komoly harcok voltak a háttérben. Még sikerült ránk kényszeríteni a hűtelepre az új tarifarendszer, az új árakat, amivel nem emeltük meg, de másképp számoljuk el, ahol spórolják az energiát, a kevesebbet fizetnek, akkor pedig könnyebben válnak az energiával, többet volna fizetni, illetve egy másfajta hozzáállás legyen a fogyasztók irányába a kommunikációt illetően, illetve magát a reklamációkkal, a rákapcsolási lehetőségekkel segíteni. És ezt fogjuk folytatni a 2015-ös évben is a közösségi közvállalatokban, a parking közvállalatokban, rengeteg tenni valóban higgyék, még messze nem vagyok meg a végén azzal a helyzetben, hogy hogyan működjön a közvállalatot. Látom, hogy egy jó pár közvállalatban már megindultak pozitív irányba a dolgok, és egy jó pár igazgató már kezd rendet csinálni, jó gazdamódjával irányítsuk ezeket a közvállalatokat. De azt gondolom, hogy még vannak jó pár lányok, hogy mi nem hatták el, hogy mi történik körülöttük, és még mindig a régi sablonok, hogy a régi sémák szerint működik. És a 2015-ös évben majd itt is változhatnak el. Ami a megvalósult terveket illeti, azt kell mondjam, hogy 2014-es évben először van Malmra voltunk hagyatva, komolyabb költségvetési támogatást nem érkezett se köztársasági, se tartományi szintre a beruházásaink irányában. Igaz, hogy a traumázatra az 2013-as év végén volt, és akkor már nem sem tudtuk dolgozni, hiszen a költségvetések el voltak készítve. De a saját eszközeinkből is, illetve azok az eszközök, amik érkeztek itt van, hogy ősz végén, úgy tartományi szintről, részben köztársasági szintről kisebb eszközök, sikerült egy csomó olyan projektumot is megvalósítani, ki lehet elindítani, vagy befejezni, ami az előző években folyamatban volt. És itt támogatnám, hogy befejeztük a zenéskolának a homlokzatát, körülbelül 300 millió dinár értékben aszfaltoztuk a város területén 2014-es évben. 5 iskolában 12 millió dinár értékben gázmenet átállítva a fűtés, és ezáltal 2 év alatt, illetve felirakulnak csökkenteni a fűtés számára a számítások szerint.
20 új autóbuszállomást építettünk a 2014-es évben, rekonstruáltuk a zsinagógának a kelet és a nyugati szállát, most megoldom a déli szállnak a rekonstrukció és a kupolatnak a rendbenvétele. Befejeztük a tervdokumentációt decemberben, így a belső résznek a teljes felújítására, és az osztályunk tavasztalékból a közbeszerzési pályázat a belső résznek a teljes felújítására is. A térfigyelő rendszer, amely ígérgett a polgár éveken keresztül a városnak, illetve a polgároknak megindult, felszereltük, megindult a térfigyelő rendszernek a működése is. Új oldalt jöttünk el a Bián, több mint két évtized után végre új oldal épült Szatka területén. A csatornahálózatra vonatkozóan Palicson és az állatkertnek új zsetikön is érítünk új csatornahálózatokat. Viszveltéket építettünk Nagyrodováccon. Hosszú húzavona után, 6 hónapos húzavona után összeadtuk a tervdokumentációt, rendeltük a tervdokumentációját a Népszínháznak, és megkaptuk a jóváhagyást, hogy a körbeszerzési feladatokat elindíthassuk. Lássák, a munkák elindultak, aláírtuk a szerződést, most szeretném minden mértékben. Itt is megy a maga medrében, és rendben van a kiadó. Végre kész a teljes tervdokumentáció a Népszínháznak az új részére vonatkozóan, és ezt majd bemutassa a közvéleményen is, ennek is valószínűleg a hónap folyamán. Szakmai csoport részén, aki ezt végezte ezt a munkát, illetve felügyelő most a munkálatokat. Pár ambulantot, pár egészségháltó jöttünk föl Csantadéren, új zsendikén, a zöld keresztnek a folytásunkat, a bekezők a fázisban vannak. Sportpályákat újítottunk föl, szereltünk föl. Tehát egy olyan csomó dolog történt, ami igazából attól függően, hogy szűkösek voltak az eszközök, azért mégis nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi. Elkészítjük a Palicsnak a platformját és az akciótervét, ezáltal megteremtve az alapokat arra, hogy a következő évben, 2015-ös évben igazából generálhassunk beruházókat Palicsra vonatkozóan, és az elkövetkező 3-5 évben úgy a tót, hogy a tó környezetét, a tópartot és a rúgási tavat is megjavíthassuk azt a helyzetet, hogy vannak ezek a védett területek, illetve ezek a tavaink. A mezőgazdaság területén ugye a kanális rendszernek a javítása, felújítására 60 millió dinárat kiválasztott és a munkákat folytatjuk. A határutakra vonatkozóan 88 millió dinár kiválasztott a munkákat szintén elkezdődtek és folytak. És hát az adórendszert is rendeltük itt Szabadkán nagy mértékben, a 2015-ös évben azt gondolom, hogy valamennyi munka, de 2014-es évben 75 ezer adójelentésétkét is az lett átdolgozva, és teljesen új rendszert felújítva. Azt is el kell mondani önöknek, hogy Szabadka is nem sokára azoknak a városoknak a sorába fog kerülni, akiknek jön a rásétől az adók kötelezettek, az interneten keresztül ellenőrizhetik, minden kapodik az adóhivatalba egy kódot, hogy hogy áll az adó kötelezettség. És én külön meg szeretném köszönni mindazoknak a magánszemélyeknek, fizikai személyeknek, illetve vállalatoknak, akik befizették rendszeresen az adókötelezettséget, hogy ezáltal is segítették a városnak a dolga és működését. Tehát ez lényeges is fontos. Azt gondolom, hogy ők igazából ennek a városnak a nagy patriotái, akik időben, rendszeresen és becsületesen befizették az adókötelezettséget. És idén megalakítottuk a regionális fejlesztési ügynökséget is, amely Panoreg nevet viselni, Szabadka, Apatin és Bástopi alakította meg, ezáltal megtalált a feltételeket arra, hogy ez az ügynökség legyen az, amely a nagy projektumokra fog majd pályázni, úgy az európai uniós alapok felé, mint a köztársasági alapok felé. Ez egy szakmai csoport lesz, és egy jó héttel ezelőtt ehhez az ügynökséghez, regionális fejlesztési ügynökséghez csatlakozott Török Kanizsa, Magyar Kanizsa, Kishegyes, Zenta és Csóka, tehát majdnem a teljes Észak-Bálcsában most ide tartozik, és valamilyen formában közösen fogunk dolgozni azon, hogy ebben a térségben több millió eurós beruházások jelenjenek meg az elkövetkező időszakban. Annyival nem vagyok még elégedve, mert vannak olyan dolgok is, amik természetesen nem vagyok még elégedve, nem valósultak meg, nem tudunk mindent megvalósítani. Nem érkeztek komolyabb újabb beruházások Szabadkára, dolgoztunk rajta, részben objektív körülmény is vannak arra, hogy elapadtak a támogatások a munkahelyek irányába a köztársasági szintről, részben a
az egész politikai helyzet, amely elég instabil a régióban, valószínűleg ez is nevezett, hogy a tőke azért nem nagyon tartott ide Szerbia felé, de attól függetlenül biztos még benne, hogy 2015-ös évben egy jó pár beruházás meg fog valósulni, mert be vannak bejelentve a város területén. És úgyszintén nem vagyok megelégedve azzal sem, hogy mai napig azok a műveldék jelentések, amelyeket megtettem, és amelyekre vonatkozóan a tényeket dokumentáltuk, írásos dokumentációval és rendelkezésre vasárolták a rendőrségek, a mai napig még nem történt vádemelés is egyetlen ügyben sem. Az elmúlt napokban történtek egy kicsit, azt mondom, hogy hát talán optimistábbá teszik az embert, hogy mégiscsak áttörtük ezt a helyzetet, hogy itt a város területén nincsenek védett emberek és védett csapatok, csoportok, klánok, amelyek az elmúlt időszakban hát elég keményen megcsapolták a költségvetési pénzeket és a város vagyonát, hanem lassan elindul az a folyamat, hogy mindenki előtt világos lesz, hogy nem éri meg dizsmálni a közpénzeket, rájövő tudók valaki találni fog érte, és valamilyen formában is visszaszorítsa azt a folyamatot, amely jellemző volt, nem csak Szabadkában, azon az egész ország területén. És úgy szintén nem vagyok még elég, nem sikerült megoldanunk a kutyáknak a kérdését, amely valójában szabadon, bogor kutyára a kérdését, amely szabadon bogorolnak a város területén. Sajnos itt egy olyan helyzetbe röpültem, ahol az elejét kell építeni az egész rendszert, magát a kutya azonnak a kérdését, a nagyonyugi dolgokat, a további beruházásokat, bővi kapacitár bővítésre, és azt gondolom, hogy valamikor a következő év őszére fog ez a kérdés megnyitva a rendeződni, nagy mértékben itt tudna rendeződni, amikor már nem lesz messze ennyi kukorkutya a város területén, és sokkal kisebb fontjuk lesznek ezzel a kérdéssel. És hát, amiben szintén nem lép még a légyedbe, az a közbiztonság. Azt gondolom, hogy közösen a rendőrségnek segítenünk, ez nem az önkormányzatnak a hatásköre. A polgármester fogják, ahogy mondják, elsőként elővenni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, bár semmi hatáskörünk nincsen ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, a rendőrségünket meg kell erősíteni. Én tudom, hogy hol van az állományok számára kevesebb vannak, mit tudom, hogy kisebb fizetések, tudom, hogy a felszerelési gyenge. De attól függetlenül azt gondolom, a rendőrség egy kicsit komolyabban állhat a munkához, többet is tudna teljesíteni és nyújtani, és itt nagyon komoly gondok vannak a polgárainknak a vagyonállami bűncselekményével kapcsolatban. Túl sok a rablás, túl sok a betörés, utóbbi időben fegyveres rablások is jelennek, még azt gondolom, hogy a rendőrség sokkal keményebben és hatékonyabban kellene felépülni ezekben a kérdésekben, ezekben az esetekben is elejét fegyezni a dolgot. Remélem, hogy a kamerarendszer elindításával, illetve felszerelés vásárlásával segítünk a rendőrségnek, és ez majd javulni fog a helyzet. És amit az elkövetkező évben úgy szintén sokkal erőteljesebben és sokkal hatékonyabban kell, hogy kezeljünk az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást. Sajnos a 2014-es évben majdnem egyáltalán nem gazdálkodtunk a vagyonnal. Sok minden hiányzott is, az tény. Megcsináltunk az üzlethelyiséget, nagymértékben rendbetettük, és most már jól működik a rendszer. Sokkal üzlethelység volt, amely nem is volt benne a rendszerben. Sokkal üzlethelység volt, amely nem fizettek bért, mások adták ki. Sok olyan üzlethelységi volt, vagy sok olyan jogi személy volt, akik milliókat tartoztak az üzletbérekre, és senki nem írtál egy feljárásokat, nem lopoltattak őket, nem lopoltatta számokat, megfizetesebb követeléseket. Itt is rendet tettünk ebben a kérdésben. A lakásainkkal kapcsolatban több mint 200 lakása van az önkormányzatnak, ahol a bérlők már évek óta senkit nem fizetnek, több mint 40 millió dináros tartozásra, erre vonatkozott, senki semmit nem tett. Sokkal ingatlanunk van a város talán egy kisebb értékére, hogy ott voltak, áthanyagolva voltak. Az épületek, ülőkörök, a tárgyaink teljesen beparésodva ezeket az ingatlanokat piacra tudjuk dobni a következő évben. Katasztrófa veszük őket, fölmértük őket, rendszerezzük őket, és én remélem, hogy a Városépítési Igazgatósága a következő évben sokkal komolyabb teljesítményt fog nyújtani a tárgyaknak, vagy az ingatlannak a vagyonkezelésében, illetve valójában a gazdálkodásában, ami volt ez a 2014-es évben, hiszen ebből komoly pénzeket lehet csinálni a költségvetés számára, és ez most nagyon fontosabb a számunkra. Egyébként így ez volt az ingatlanokat, pedig a rendszerbe vinnünk kísérletet az ingatlanokkal, azután később valamilyen formában újabb pénzeket, újabb beruházással generálnak ezt az ingatlanok, hogyha rendszerbe vinnék. És azt gondolom, hogy
Következő évre, a 2015-ös évre jó alapokat teremtettük, nem ideális és messze attól, hogy mindent meg is kell tudni, de sokkal jobb a helyzetünk 2013-as végén. És a 2015-ös évben olyan évvel nézzük, ahol ott van, hogy olyan projektunkat tudunk még valósítani, amelyek fontosak a város számára, másodszorban pedig maga a közgazdaság és a közvallók is sokkal hatékonyabban dolgozhatnak. Be szeretnénk fejezni a zsinagógának az építését kívül a következő őszig. A népszínházban és a szakítódókok. Sikerült most 2015-ös évre a biztosítani köztársasági szintről a népszínház építésre 55 millió dinárt, és először történt az még 5-6 év után, hogy újra köztársaság támogassa ezt a beruházást. Tartományi szintről most az ősszában, hogy 500 millió dinárt sikerült lepályázni vízvezeték és személyisatlan házat építésére, Sándorhelyi közössége, Fagyhelyi közössége, Kertvarsági közösségben, a Bakhetesi közösségben, a Nyilvánciai közösségben. Tehát itt is lesznek majd beruházások. Úgy szintén következő évben tervezünk 150-200 millió dinár értékben aszfaltozni. A MES-nek a homlokzata, a technikai középiskolának homlokzata következő évben fel lesz újítva, hogy 40 millió dinár értékben is a zeneiskolában folytassuk az iskolai homlokzatának a rendetételét. Úgy szintén a külteri településre valamit is odafigyeltünk, a következő évben a Csantevéri Színháznak a felújítása pedig megtörténjen, a Talankúti Kultúrotthonnak a felújítása pedig megtörténjen, a Ludasi Helyi Közösségi Épületének a teljes felújítása pedig befejeződjön, különféle sportépületek, a bajnoki sportcsarnokok a felújítása pedig folytatódjon, illetve vannak még olyan beruházások, amelyeket építjük. Autasházak, Visnyavárosz, a Talankúton, tehát a külteri települési területekre odafigyeltünk, és oda is nem kevéshez viszont jelenni a következő évben. És természetesen a következő évben fognak indulni ezek a kapitális beruházások, amelyek már évek óta vannak készítve. Megérhetek februárban indul a megjelenés depóniának az építése, kb. 23-25 millió eurós beruházást, tehát meg a 3 milliárd eurós beruházásról van szó. Indul a kettes projektnak az építése, szerint 600 millió eurós beruházásról van szó, illetve elindul a magisztrális ügyetéknek az építése, ami több mint 200 millió dinár értékű beruházás, és a kettes vízjelent az építése, ami több mint 300 millió dinár beruházás, tehát itt is több mint 1 milliárd dinár beruházásról van szó. A következő évben kell, hogy épülne a bajnoki határátkelő is, amely több mint 1 milliárdos beruházás lesz. Tehát egy csomó olyan beruházás fog megtörténni, hogy elindulni a következő évben, amely igazából komoly oldalára rendelkezik, és másról pedig a mikrocsöpeltési eszközeinkből sületésztünk. Annyi pénzt kiválasztani, hogy a következő évben is egy fejlesztési, egy fejlődési szakaszra legyenek a városnak. Én remélem, hogy a 2015-ös évben is az a városi képviselőtestület többség, amely volt az elmúlt egy évben, továbbra is támogatni fogják az elképzeléseket, teljes messzélességgel a költséget is mögé fog állni, és remélem, hogy a 2015-ös évben folytassuk ezeket a folyamatokat, ami alapján ezt egy élhető városra fogjuk tenni Szabadkát, ahonnan a fiatalok nem elmenjen visszajönni fognak. Természetesen tiszteljük azzal, hogy ez egy több éves folyamat lesz, hogy ezt rendbe tegyük, de azt gondolom, hogy ez a folyamat, ami elindult, ez már nagyon nehéz lesz megállítani. És azt gondolom, hogy ez a folyamat meg is fogja hozni az eredményét. Ez a fajta városirányítás, ez a fajta hozzáállás, ez a fajta gondolkodás egy új minőséget fog hozni az itt élők számára is, mint azok számára is, akik itt dolgoznak. Köszönöm szépen!